Beethoven a Mormotás fiú című dalával indult tegnap este a 4. őszi zenei kavalkád, melyet Szabó Zoltán pallós diák adott elő. A Székelyföldi Filharmónia többnapos rendezvényének középpontjában ezúttal az oboa áll. A szervezők szeretnék, ha ezt a hangszert is, melyet nem lehet annyiszor hallani, mint például a hegedűt vagy a fuvolát, megismerni az udvarhelyi közönség, megtapasztalná, hogy mennyire szépen lehet vele is közölni, előadni különböző zeneműveket. A zenei kavalkád másodlagos célja fellépési lehetőséget biztosítani a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola ifjú tehetségeinek. Az idei fesztiválnak kettő fontos célkitűzése vagy irányelve van. Az egyik az, hogy az oboát, mint hangszert egy kicsit közelebb hozzuk a közönséghez, mert udvarhelyen azért viszonylag ritkán hallható szolisztikusan. Tehát lesz az egészen fiatal, ígéretes tehetségtől a már nagyon elismert Románia szinten virtuóznak számító oboaművészig több fellépő, aki oboán fog játszani. Emellett pedig egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés, amit amúgy is folyamatosan szem előtt tartunk, a fiatal tehetségek támogatása. A koncertsorozat első napján a Városháza Szent István termében Tóró Árpád és Szabó Zoltán magánénekesek léptek fel, zongorán Tompa Klára és Fehér Izabella kísérte őket. Ma este 6 órától már az oboán lesz a főhangsúly, melyet a romániai mezőny egyik kiemelkedő művésze Florin Ionuája szólaltat meg, zongorán Popescu Stănești kíséri. Szintén oboán játszik Pető Kriszta, 11. osztályos pallós diák, őt pénteken hallhatja a nagy érdemű. Fogjuk hallani holnap után Pető Krisztával együtt Maksai Csabát, aki egy kolozsvári zeneliceumos diák, és szintén rengeteg verseny díjazottja már, és a Filharmónia Szimfonikus Zenekarában is játszik. Kit említsek még? Két fiatal erdélyi származású zongoraművész, akik Budapesten tanulnak, Ábrám Endre és Veres Gáspár, ők szombaton fognak fellépni, és akkor vasárnap Ház Bence a szólista, és a zenekart Jankó Zsolt vezényli, aki a kolozsvári Magyar Opera karmestere, emellett a Váradi Filharmónia karmestere is. A 4. őszi zenei kavalkád a vasárnap este 6 órakor kezdődő szimfonikus hangversennyel zárul, melynek a művelődési házad otthont. Vezényel Jankó Zsolt szólista, az udvarhelyi származású Ház Bence oboaművész lesz. Műsoron Berlioz Lír királynyitánya, Strauss oboa versenye, Mendelssohn Bartholdy 4. c-moll szimfóniája lesz. A koncertekre érvényesek a Filharmónia bérletei, de a helyszínen jegyet is vásárolhatnak az érdeklődők.